Na hát, szavaztok srácok, hello, itt vagyunk Japánban, Leóval, szavazt Leó! Hello, szavaztok, hello! Na, hát, ajaj, Leó. Igen? Nézzük ki arra az időmérőre. Jönni kéne kifelé? Egyből jönni kéne ki? Így van, de azért mondjuk el, hogy mi van. Ó, hogy most hívnak, hát ne hívjál már. Na, tehát mondjuk már el, hogy mi van, Leó. Hogy állunk ponttáblázat ügyileg? Fernando 265, torony magasan. Tsunoda Fettel én. 9. vagy. Viszont ezen nagyot lehetne javítani már azért ezen a futamon. Hogyha összejött. Hát figyelj, én feltankolom egy... nem is tudom mennyire. Úgy csináld, hogy... Hogy kettőször menjek ki. A mintavételezésre maradjon üzemanyagod. Ne kelljen bejönni. Tényleg, tényleg, mert akkor aztán kiakadok. Hát hogyne, hát... Ajajajajajaj. Hűha. Hát akkor takarodás, kisrácok, az a helyzet, hogy rohadtul nem próbáltuk ki esőbe még ezt a pályát. Nem, az biztos. Úgyhogy érdekes lesz ez az időmérő. Meglátjuk. Amúgy, hogyha tetszik nektek a sorozat, továbbra is lájkot nyomjatok. Nincsen most footcam, ugyanis nem nagyon írtátok, hogy az jó. Igen. De most nekem mi van? Most van Dynamic Line-om. Mi van nekem Dynamic Line-om, Leó? Azt mondd el. Mert... Jaj. Nem tudom. Jó, most már kioff voltam, most már nincs. Jó, oké. Kicsit meglepődtem, hogy van. Na mindegy, lehet, szóval... Választható volt, és azért szerintem. Lehet. Na, de hogyha szeretnétek, akkor szóljatok már, csak annyira nem kaptam erről visszajelzést, hogy így... Hogy gondoltam, akkor nem szenvedek vele, mert azért nem könnyű ezt ott utána oda szerkeszteni, ilyen háromszor annyi a render, ilyesmi. Igen. Kép a képben, nem szereti a program. Ráadásul még ugye a kép a képben, és akkor azt még szépen elhomályosítod a felét. Oh! Na jó. Beidőzíted. Hogy na, akkor nyomd a féket, mikor gáz van, tudod. Fűha, Leó, érdekes a pálya. Igen. De én csak annyira nem vész. Én csak a nyomodat követem. Tehát én csak így szépen jövök itt mögöttem. Elvileg nem verivet, de nem tudom, most azt nem néztem meg, hogy lesz-e nagyobb eső, avagy sem. Ez már szerint, várjál. Weather report. Ezt, de jól mondta. What? 20 minutes in light rain. Okay. Aha, akkor light rain van, viszont van egy kis napfény, ami tök jó, mert bezavar. Igen, vízcsepp, napfény. Jaj, aha, rázókő, jó, ott van. Igen, ajánlom le, hogy egy nagyon pici szabad utat engedj nekem, mert ki tudja, lehet sokkal lassabb leszek. És bezavarok neked. Figyelj, adok. Mert sokat nem tudok, mert... Figyelj, nem vészes! Hát ezért megyünk több kört. Abszolút nem vészes a pálya. Már amennyit eddig láttunk belőle. Gumihőmérséklet, gyász. Hoppá, jött ki valaki. Azért. Megjött Kevin. Jó helyre, jó helyre érkezett neked? Nem. Az egyik Red Bull-od egyébként. Kerstappen. Fú, a hátulja nagyon tud csúszni, Leó, itt a csiki-csukiba. Vagy csak nem merek, nekem? Nem merek hozzájönni a rázókőhöz. És most itt zűn meg a seggembe, hallod? Ilyet! Jönnek a köridők. Jönnek, bizony. Hát takarodj már ide, egy Williams van mögöttem. De nem gyors körön természetesen. De gondolom meg fog előzni. Meg fog. Leó, itt se lehet padlót nyomni. Jajaj. Hát azért ez... Ez minden, csak nem... Nem jó kör. Meleg az a pite? Meleg, bizony. Hány körrel jöttél ki? Én... 6-tal. Ojja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 j
mert itt menni kell most. Fú, ez nagyon gyász volt. Á, nem bírom bevenni a 130 LS-en. Á! Az sikerült nekem egy kicsit túltolnom. 1.43! És itt van a seggembe, itt zümmög nekem. Hú, nekem 1.42.4. Hát ez egy 2.9 másodperces elmaradás. Neked pedig 3.9 másodperces elmaradás. Bizony, de első kör volt. Azért akklimatizálódni kell ezekhez a körülményekhez, mert szerintem én életemben nem mentem itt esőben. És ráadásul itt van ez a pöcsös Williams a seggembe végig. Nagyon jó körideje lehet. Oké, egy kicsit javítunk. Kérdés, meddig tart? Próbálunk nagyobb tempót bevinni. De nem sikerült. Talán ahogy jönnek ki a többiek, egy kicsit több vizet felvernek, és akkor úgy valamennyivel jobb lesz a pálya itt. Igen. Szóval egy három kört egyhuzamba kell tolni. Alig fogy az ers is, hála Isten. Ó, nekem viszont nagyon a következőn pihennem kell, majd mert el fog fogyni. Hú, ezt az utcsó kanyart, féktávot így esőben nem egészen érzem, hogy hova kéne pakolni. Jó van, alakulunk. 11. egyelőre. Én. Te vagy most már? Igen, van köztünk 50 ezred, hát a szokásos tudod. Igen. Hihetetlenem úgy, hogy mindig ennyi. Nem, nem most 8-10, nem, az Albon volt, Albon. Hogy ja. 8-10, de most nekem pihenőkör van. Kezdem nagyjából megszokni a pályát. Húha, nagyon. Ez egy nagyon tölthetne. Jó kör. Tölthetne az ers jobban is. A padlógáz. Úristen. Cunoda megint átvette a vezetést. Persze, hogy átvette. Van még 10 perc. El is dobtam 4/10, nagyon jó. Hűha, nekem a következő lesz pihis kör. Te 8-19. Helyen autókázunk egyenlőre. Persze. És valószínűleg Albon lehetett mögötted, mert azért van 50 000-re tőled. 1.41.5, de még azzal se érek nagyjából semmit. Hűha. Nem, most 85 000-re vagy tőlem. Aha. 85 000 és 18-19. Hely, hát az... Igen. Basszus. Mennyire lehet az első tőlünk? 2.3-ra. Derét. Na gyerünk, nézzünk egy kört mi is, srácok. Még, azt utána bejövünk gyorsan. Ah, hát csodálatos 5 000-et sikerült javulni. Azért nem rossz az. Igen, a 17. helyre egy elég, igen. Így már csak 1.7-tel vagyok elforradva. Fú, brutális különbségek vannak így most. Most igen. Próbálom kicsit erőltetni át, ha az kell neki. Az első szektorommal olyan nagy problémáim nincsenek. 5 000 javítás itt, aztán utána elfogy az előny.
Én már nem jövök be. Ez a gumi ez nem nagyon kopik, úgyhogy még van benzinem is. Így most megint pihenek. Ezt meglőjük a következőt. Lehet igazad van amúgy. Mert azt megint mire felmelegítem, ezért le fog járni az időn. Igen, tehát azért... Lehet ez kb. Pont most éri el amúgy az üzemi hőfokot. Igen, igen, igen. Kigyorsítása nem volt olyan jó. Mondjuk ez azért egy komolyabb javítás. Yes! Na, sikerült 16. azért. Igen. Hát 16, viszont majdnem egy másodperc javítás, Leo, tehát azért van még a pályában bőven. Van. 1,5-re vagy egyébként az elsőtől. Na, érted, most nem azt mondom, hogy minden körben ennyit fogok javítani, de ki tudja. Na jó, még egy... Ezért melegítő kör, meg ilyen kis töltő, és akkor nézzük a kövit. Na, Leo nagy javításban, én meg most érek vissza, és én is kezdek egy gyorsat. Ez az utcsó... ez az utcsó féktáv nincs még meg nagyon. Harmadik. Harmadik idő? Igen, harmadik lett, 310 ezred. Atya Isten! Azt a mindenit, Leo. Jó, jó lett. A gumihőmérsék, minden összeállt most. A végig rángattam, meg töltöttem az előző kört. Fú, nekem nagyon sok a hiba most ebben a körben sajnos. Sokat javult a pály, vagy a gumi, nem tudom, nagyon jó volt. Eldobtam azt a kis előnyemet. Nagyon eldobom. Jó, hát mindegy, azért megpróbáljuk hát a harmadik szektorban valamiért valami történne, de igazából a következő körre gyúrok, így hőmérsékletbe kell hozni a gumikat. Sok volt most a fék. Ennyi fék itt nem kell. Igen, nem kell, és akkor komolyabb is a kigyorsítás. 17. hely egyelőre. És ez sem még lesz a következő körre, srácok. Mindenki kijött. Hát nem csodálom. Csak az a baj, azok friss gumi, nem tudom mennyire tudják felmelegíteni. Igen. Figyelj csak, Leo, azért egy fél másodperc, majdnem egy fél másodperc javításom volt. Még így? Kerek egy másodpercre vagy az elsőtől. Hajszál kereken ezredre. Azt a mindenit. 1-0-0-0. Javult a pálya. Sokat. Igen. Ez lesz itt a kérdés, ez a kör, hogy ez hogy sikerül most. Gyerünk gyorsan, kigyorsítás. A mezőn az úgy néz ki a képen, mintha futam lenne. Hogy úgy néz ki? Mert Fettel vezeti a utolsó az egyik ház, és egymás után mennek folyamatosan. Hát mögötted vannak körülbelül egy olyan fél perccel. Beszarnék, hogyha úgy is sikerülne mindenkinek javítani, hallod? Hát egyébként nagyon érdekes lenne tényleg, mert egymást kívül mennek. Hát most egymást feltartva. Feletted mennek neked. Igen, hallottam. Te a pályán vagy? Nem, benne a boxban.
nem kifogyott ennyi volt. Basszus, nagyon sokat eldobtam. Áááááá! És már nincs is időm. Hát megpróbáljuk ezt a kört, srácok, de... Ja nem, kifogyott az üzemanyag. Ajajajajajajajaj! Ez nekem itt nagyon nagy feladat lesz megint a rohadt életbe. Javítottál egyébként 768 ezred. Aha, csak a többi. Van meg a másik szektorod az lila? Tudom. De aztán a harmadikban valahol megírrontottam. Oda néz. Gyönyörű. És itt vonatba be... Az de gyönyörű kép. Mi a szar? Ez... Ez mindenhonnan ilyen volt? Igen. Láttad, hogy szétlöktek engem? Igen, pont néztem. Jézusom, srác! Egy egybefűző vonat jön befele, és megy keresztül a boxon, mint akinek izéje van. Áthajtásos büntetés. Nem álltak be, mennek tovább. Várjál, mert Hamilton is kapott, Gasly is kapott. Ki kapott még? Ennyi. Kell. Igen. De még ott Latifi és Zhu is. Joe. Guanyu Joe. Igen. Guanyu. Na, hát én 17. vagyok. Leóter 10-re rakjuk. 9. Jobb, igen, Gasly, igen, hogy hátrébb jön, meg ilyen még ott. Ja, Hamilton az nem érint, mert 8-ig. Jó. Igen. Na, mindegy, gyerekek, meglátjuk majd a rajsorrendet majd akkor, hogy alakul, de nagyjából ez lesz akkor így. Igen. És... Oké. Okay. Wow. Na. Nincs eső, Leo. Elvileg. Minden borús. Minden borús. Kis napocska. Ajajajajajaj. Úgy a taktics. Medium hard. Medium hard. Medium hard. Medium vagy... Hard. Ja, de az sokkal lassabb, az 40 másodperccel lassabb. Igen. Medium hard. Hát de muszáj így menni. Itt nincs okosítás. Én azt nézem egyébként, hogy... Itt nagyon nem tudsz mit állítani, Alapba. Hogy... Igen? Négy kört hagy. De akkor kicsutkázni mindent, szerintem nagyon visszaesett. Nagyon sokat veszítünk, Leo, mint múltkor. Igen. Sem azt mondja, hogy 12 kört tudunk menni. Izéval, mi a nevével, közepessel, és akkor utána hard végig. 15-öt, azt a mindenit. Ha nem jön eső. Mondjuk nem ír sehol esőt, nem? Nem. Nem, attól mondjuk még lehet, mert a időjárás, tudod, ilyen tudja, mire van állítva. Igen. Állj, jó, hát akkor vágjunk bele. Srácok, várok egy futárt. Tehát ha jönne, akkor escape-elek, és átveszem gyorsan a csomagot. Csak hogy tudjátok róla. Fú. Nagyon messziről indulok, basszus. Én már az első körtől előre félek. Szerintem találkozunk. Hát, meglátjuk, mert itt az a baj, annyira nehéz előzni. Itt nagyon nehéz előzni, Leo. Nem tudom, hogy hol merem majd oda tenni. Mert pont azon az íven vagyok, ahol, ami a külső. És innen betenni. Na. Kedves mérnök úr. Weather report, please. Azt a mindenit. Mi van? Na. Aha, jó, oké. Nem hiszem, hogy végig száraz lenne ez a futam. Bármikor elkezdhet esni. De jelenleg a szliggumi a megfelelő elindul. Oké, jól van. Jaj, Leo! Mire vállalkoztunk már meg? Érdekes lesz. Az lesz. Srácok, öveket bekapcsolni. Aha. Úgy néz ki, hogy a elkövetkezendő pillanatokban az első cseppek elkezdenek majd szépen esni. Ezt ki mondta? A mérnök. Most a mérnököt... Mondom csak, miket mond közben. Basz meg. Az a baj, nem tudom megkérdezni. Mert nekem nem magyaráz valamiért, így véletlen kikapcsoltam. És így nem látok semmit.
Tehát első cseppek. Aha. Fú, Leo, itt kaotikusság lesz. Hát ez így beöblöget. Ajaj, láttam a cseppet. Leo? Láttam a cseppet. Na, a harmadik szektor már majd ott kezdődik, igen. Egész mezőny médiumon indul egyébként. Basszus, lehet jobb lett volna így szofton, tudod? És a rajtrásra is úgy veszem észre, hogy... Mintha már... Esik Leo! Esik, igen. Baszki! Gyönyörű! Hát az gyönyörű lesz, gyönyörű. Na! Mindenki kapcsolja be az övét. Fú, srácok, ez itt baromira veszélyes. Bármelyik pillanatban kilökhetnek. Úgy darálom. Inkább észre próbálok menni. Ketten megelőztek, de... De legalább nem vagyok bent a darálóba. És srácok, ebben a szektorban pedig nem esik még. Nem, itt nincs csepp. Hátul már viszont volt. Volt bizony. Oh. Assza ja, mindenit. Übbentett Bottas. Dübbentett az. Ez úgy annyira le... Oh! Basszus, tört a szárnyam. Baszki. De... Nem állj! Normálisak vagytok. És sehova nem jutottam el ezzel. Na jó, meg kell várnom az Intert. Muszáj vagyok, srácok. Jó, de csak sárgálik, ami szar, de... De mivel elkezdett cseperegni, ezért hátha, hogyha. Igen. Úgyhogy megpróbálok inkább főzárkózni a végére. Jó. Egyelőre nem olyan rossz azért. Eltaláltam az egyik autó hátulját. Ez én volt a baj. Engedem őket, egyszerűen nem bírok velük menni. 12. Pérez van. Eléggé visszaestem. Most meg nem látok esőcseppeket, Leo. Nem. Az itt kering. De, most igen. Most láttam. De jó lenne, én is tudnék kérni ízét. Majd kérje már valamikor. Júj, oké. Okay. Megcsúszott egy pillanatra az első szektornál, a csiki-csukinál. Húha! Esik! Ott esik, látom a cseppet, ahogy izé hiperűrbe megy az autó. Aha! Ja igen, látom. Azért csúszkál! Na jó! Igen, most itt az első szektor végén esik. Aha, az első kamerá csepp is ott van. Második szektor nagyon. Igen. Weather report. Egyelőre itt vagyunk, srácok, mögöttük. Aha. Sok helyet nem veszítettünk, úgymond. Hármat. Elkezdett esni az eső, ez 20 percig legalább maradni fog. Aha. Úgyhogy eső. Egyelőre a slick jó. Ja, egyelőre jó. Remélem minél előbb be kell menni. Próbálok okos lenni és jókor menni. Hát itt amint disabled ír, azonnal jönni kell. Igen. Addig viszont nem akarok bemenni, srácok, mert... Azzal... Ja, felem, abszolút. Enabled van jelenleg. Veszítünk időt, de nem olyan nagyon sokat. A csiki-csukinál azért meglógnak rendesen, érthető okokból. Most van ez a taknyos fázis. Igen.
Fú, már vigyázni kell rázóköveken is, basszus. Igen, nagyon nehéz menni. Úgy elment az eleje, mint a húzat. Igen. Hát a vége is, figyelj. Nem mondom, hogy nem örülnék egy safety car-nak. Hát mondjuk még... egy két kör múlva. Igen. Úgy mennék be, mint a húzat. Hát itt hátul már nagyon esik. Igen, itt sűrűbb a szem. Fú, basszus, hát ilyen se volt még. Ripper Wing Damage, yes, és akkor Next Tire Interre tettem már egyelőre. Egy 8-ra van a legutolsó tőlem. Kezdek hozzászokni ehhez a szárnytöréshez. Próbálunk egy kis tempót belevinni akkor viszont, hogy maradjunk rajtuk. Rettegek attól, hogy hívni fog a futár. Ó, van, 1-5-re vagyok az utolsótól. Inkább, mint hogy meccseljünk, basszus, mert most itt nem az elején kell ezt valamit alkotni. Veled bizu, Leo? Nagyon durván feltartom itt. Így a 12. helyen a népet. Azt mondjuk szétadom. Tehát olyan szinten, hogy az előttem levő már 5 másodpercre van, tehát... Hoppá. Elkezdtek tócsák lenni itt. Disable. Áááá, és kilök. Lök. De miért lök? Nem normális ez az aj. Lendesen bekanyarodok és tól. Húha, most mindenki fog jönni szerinted? Igen. Hát, hogyha figyelj, kimegy Lökler, akkor én nem, basszus, mert biztos, hogy veszítek rajta. Így is van elég bajom. Mert szerintem egy kört még el lehet menni, hogyha Lökler kimegy. Hol van Lökler? Hol lenne tudni, mi? Nem látom. Hú, itt már nagyon komoly. Harmadik van. Ah, de nem ment ki Lökler. Nem. Én is jövök be. Senki nem ment ki, de én is bejövök, Leo. Fúha. Gyerünk. Lehet korai amúgy az Inter, Leo. Baj. Nem baj. Jó. Hát visszajövünk Leo mögé jó pár másodperccel. És akkor meglátjuk. Habár ezeken sokkal lassabbak leszünk, tehát biztosan veszítettünk ezzel. De következő körben meg fixen beragadtam volna Leclerc mögé. Hát tócsa mindenfelé, hát. Szerintem, hát, majd meglátjuk. Figyelj, szerintem jókor jöttünk ki. Egy bemelegedett Interünk lesz. Igen. Akkor melegítjük az Intert, amikor még kevés az eső, nem akkor, amikor már sok. Igen. 5 hétre van tőlem, Leo, ezt jegyezzük fel. 30-ra van tőlem Zsúr. Aha, és most van benne Lökler. Igen, most jöttek be. Nagyon messze van az... Ó, mindenki bejött, de borzasztó messze vagyunk tőlük. Nem baj, Leo. Majd nézzük azt, amikor kijönnek. És hogy mit tudnak menni. Egy nagyon vizes pályán, Interrel úgy, hogy az Inter az meg... Hát annak kell idő. Meg mennyire tartják fel egymást? Az is egy nagyon jó kérdés. Mindenki kijött. Azért mondom. Szerintem így is utolsóra leszünk. Mindenki ki fog jönni elénk.
Ja. Ja, látom, mindenki kijött. Mindenki kijött. Na, próbálunk tempót növelni, srácok. Most van egy kis előnyünk. Ott megy a boly. Húsú, kicsúszott! Azt a mekkorát driftelt. Téged nem csúsztatott ki? Nem, előttem csinálta, de megfogta, de nem akartam direkt ide szúrni mellé, mert akkor biztos, hogy nekem jön, vagy összeütközünk, vagy valami. Aha. Nem értünk annyit. De kicsúszott ahol a kocsi. Basszus, majdnem elnéztem egy kanyar. Az a jó, hogy az időmérő után van egy kis tapasztalatunk ezzel a pályával esőben. Igen. Három hatra van tőlem Leo. Igen, ez a kis zsús mutatvány, ez... betett. Igen. Elvileg nekem jó a végsebességem, tehát az egyenesben meg kéne próbálni felzárkózni rendesen. Aha, elég egy visszaváltás. És ha úgy nézzük, hogy volt azért egy szárnyjavításom, nem olyan rossz az, vagy egy szárnycserém. Őrületesen messze vannak. Láttam a térképen. Legalább Hihetetlen. Egy ilyen 25 másodpercre vannak. Ki? Az első. Ja, hát az persze. Jobban mondom, úgy mondom, az első 12. Igen? Mert ott van, ahhan azok egybe mennek, és utána van egy óriási nagy izé, amikor feltartottam őket. Ott megint van egy ilyen 12 másodperces hasadás. Csak kéne egy safety, basszus. Igen. Na, Leo közben 2-8-ra van. Valamennyit sikerült rajta hoznom. Egy zsú. Nem tudok vele mit kezdeni egyenlőre. Uh-huh. Semmi baj az a... Fú, nagyon kiszámíthatatlan egyelőre ez a pálya. Nem érzem a féktávokat. Viszont Leo, ez nagyon... nagyon esni fog. Aha, igen, is azt nézem. Mérnök úr, még nem mondtam mondjuk, hogy mi van. Viszont jó kérdés, a váltópont az mikor lesz, és kinek kell kockáztatnia, hanem nekem. Innen hátulról. Ha lesz, természetesen. Weather report. Nem mondja most. Most be ezek csendben vagy. Mit mond? Semmit. Nem, most nem. Nem mondott semmit. Nem is hallott, hogy megkérdeztem. Á, érzem a szagodat, Leo. Na tessék. De ennyi. Semmi több nincs ebben. Aztán itt valahogy meglóksz itt ebben a szektorban. Hm. Ja, 2-2, és akkor figyelj, nyomom R-s, minden 2-3. És marad ez a 2-2. Ja, 2-1.
kettő. Hoppá, valaki már kivitte a bóját. Valamelyik AI lehetett. Mennyire vagy zsútol egy másodpercre? Ha, igen. Húha. Ez komoly azért. És látom ott az előtte lévőt is. Basszus, de rossz, hogy én nem tudom megkérdezni, ezt a következő futamra megcsinálom. Már ahogy látom, amúgy világosodik picit. Igen, 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 azt mondom én is. Muszáj lesz bekockáztatni, talán én leszek így az első, aki kijön. Muszáj, mert azzal vagy nagyot nyerünk, vagy bukunk. De tulajdonképpen mindegy, ha bukunk. Olyan, mintha... Kicsit... De nem, esik, esik ez. Esik? Csak olyan felszakadozott kicsit a felhőzet. Igen. Szia, Leo! Az igen! Jó, gyerek! Azt hiszem, hogy átvágtad azt a kanyart. Megcsúszott. Cserkészbe zsút! Adj neki! Na? Ha? Mi lesz ha? Ott elől? Csak vigyázz, hogy hol teszed be. Igen. Nem jó mindenhol betenni. Jaj már! Ezek mindig TikTokon vannak. Megpróbálom jó helyen betenni. Na? Pár érzem. Hogy meglógtál itt, ha? Felakasztottam zsúnak, tudod. Fú, látom, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. De megértem amúgy, ilyen körülmények között. Meg amúgy ez egy olyan pálya, ahol nagyon nehéz. Ajaj! Ajajaj! Az igen! Soha többet. Soha többet? Az azért bátor volt, Leo. Igen. Meg kell, hogy mondjam. Jó kis 130R. Én is megérkeztem közben Zsúra. Joe-ra. Miért tudom Joe-nak mondani? Hát nem Joe, basszus. Nem. Az nálam jó-e? Azért, mert nemzetközileg direkt úgy mondatják mindenki, attól még nem az. Kínai versenyzőről beszélünk. Gondolj már bele, hogy Kínában úgy mondják Joe! Jó. Csak ő direkt, gondolom az, hogy ki tudja mondani mindenki, azért kéri ezt, hogy így mondják. Valószínű egyébként, azt nem Csó, úgy kell mondani. Tehát Csével. Megpróbálom én is megenni a izébe. 130R-be. Jobb kigyorsítás kéne, de lecsúszok az ívről. Hoppá! Mérnök úr! Igen? Azt mondjam,
Most jönni fog egy tiszta rész, tehát hogy eláll az eső. Aha. Kérdés, okay. Mennyi időre? Igen. Ó, megtollak! Csau! Nagyon megtoltam a gyereket. Igen, tehát mennyi időre áll el, az nagyon jó kérdés. Igen, azt jó lenne tudni. Asszos, nagyon rajta vagyok. Az arcomba jön ez a sok eső. Felvillant a telefonom, azt hittem hívnak Leo. Pombos kéne. Nagyon jó lenne. Igen. Itt vagyok, érzem a szagot, Joe! Hú, te pedig már mész Schumacherre? Igen. Rajta kéne maradnom. És akkor a hosszú egyenesbe megjelni, de basszus, megcsúszott alattam az autó. Na gyerünk, próbáljuk meg. Nem vagyunk elég közel. 5 tized. 4, 3, 2. Csunci! Azt hogy fogtam meg, srácok? Ezt nem tudom, hogy fogtam meg. Ez akkora buktának látszott. Fúha! Szóval még esik mindig. Esik bizony. Jaj. Oké. Na mi van? Megvan Sumi. Szép. Hihetetlen, hogy nekem nem is kerül. Itt nagyon rajta vagyok, de itt meg sehol nem lehet ám megelőzni. Esetleg a hajtűbe lehet még megpróbálni. Hm? Nagyon jól kell kigyorsítani. Na most. Azaz! Yes! Ez kellett ellene. Igen, itt kellett betenni, csak itt vigyázni kell, mert itt elég gyors. Na, hogy visszajöjjön nekem! Basszus, hát nekimentem a falnak. Nem ez semmi. Belenéztem a tükörbe, de addigra késő volt. Remélem tört a szárnyvéglapom. De nem írta ki. És visszajött elém, hihetetlen basszus. Nem vagyok ott. Most ott vagyok. De ne fordíts meg, hát ott volt a hely. Na jó. Megvan. De jön vissza. Most jön a felénél. Micsoda? Felment a fele. Aha. Úristen. Na jó van, 3-9-re van Schumacher. Meglátjuk, hogy Joe-tól el tudok-e rugaszkodni, vagy sem. Mondjuk, ha ilyeneket rontok, akkor nem. Szépen türelmesen kell itt az elején vinni. Te hogy állsz, Leo? Én most 17. vagyok, most Latifit próbálkozom, de nagyobb vizet verne fel. Sokkal nagyobb a fára. A vízpára. Igen? Oh. Azt mondod, több eső van? Uh-huh. Nem tudom, mikor jön az a clear patch, amit mondod. Azt mondta, hogy lesz egy ilyen tiszta fold, de hát... Hol?
Lehet a híd alatra gondolt. Ja. Csak közben azért ezek az interek sem bírják ám a legvégéig. Nem. 31%-os mondjuk. Igen, kicsit több víz van. Határozottan 130 erbe érezhető a legjobban. Meg csúszkál az autó is teljes mértékben. Igen. Meg vagyunk. Na, hoztam 8 tizedet Schumacheren. Na. Alakul a tempónk, srácok. Oh. Mi van? Semmi, csak a rázók egy kicsit majdnem megtréfált. Abba a pillanatban én meg a sóderágyba mentem egy ilyen kicsit. Az egyik kerékkel. Hát ugyanott történt. Lehet. Jó. Joe leszakadt. Két másodpercre. További 3 tizedet hoztam egyébként Schumacheren. Na gyerünk! 2-7. Tényleg a végsebességem az nagyon jó. Kettő, három, látjátok? Baromi jó a végsebességem. Nem tudok mit kezdeni Latifivel, hihetetlen. Nem adja magát? Nem. És be akarnak hívni. Aha, engem is. Weather reportunk van. Azt a mindenit. 5-10 perc múlva még több eső fog jönni. Aha. Csak kérdés, hogy ez mit jelent? Igen, ez most full vetet jelent, vagy marad az Inter? Jó, majd érezzük amúgy, hogyha arról van szó, meg úgyis kiírja szerintem, hogy change strategy, nem? Ja. Habár... Igen. Meg hát látjuk, hogy ömlik majd befele mindenki. Igen. Közben 1-8-ra vagyok Schumachertől. És elfékezem, hihetetlen. Pedig már meg tudtuk volna itt támadni a... Nem itt, hanem a hosszú egyenesbe. Mindegy, vissza kell rá közeledni. Aha, Leclerc boxban. Jönnek, igen. Jön mindenki. Az a kérdés, hogy mit kap? Mindjárt mondom nekem. Oké. Okay. Inter? Mhm. Uh-huh. Te jössz ki? Nem. Nem, ez a időjárás jelentés, ez... Azt sugallja, hogy lesz valami? Mhm. Uh-huh. És vége, itt van mindenki. Ó, vége. Tömeg. És ez jó hír? Látok autót. Egy nagy kígyóba sikerült visszajönni. Ami szomorú, hogy nem esett még ki eddig senki. Figyelj, Leo, egyre több víz van. Uh-huh. Ez szerintem könnyen elképzelhető, hogy ebből vett lesz. Igen. Ráadásul 5-10 perc múlva jön. Még több. Úgy mondta. Isten se tudja, de szerintem az vett lesz.
És akkor egyszerűbb lesz egy vetre kijönni. Igen. Meg még egyszer kijönne. Vagy végig szenvedik Interen, amit már láttunk példát. Csuda lenne. Hát mi volt Monzában? Igen. Emlékszünk? Úristen, igen. Egy hét Schumacher, még mindig. Bejött Hamilton is. Majd úgy is szól, hogyha úgy gondolja. Change strategy igen. Van. Igen. Hát, kicsit le... Lemaradt Schumacher, vagy lemaradtam Schumacherről. Határozottan egyre több víz van, Leo. Már, apa, bejött izé, Schumacher is. És nagyon jó kérdés, hogy mi a szar legyen. Mi a szar? Azt, ami a lagom volt. Volt egy, azt akartam, hogy egy óriási lag volt. Ja, akkor neked is jó van. Volt ezt így előre, csináld egy ilyen előre hátrát itt előttem. Úristen, kajok meg, még jó, hogy nem voltam hozzá közel. Igen, egy ilyen első helyen való előzés közben ez jön. Pérez van mögöttem. Srácok, mondjátok el nekünk, hogy miért lett átírva Pérezre a neve. Vagy így volt mindig? Már nem mindig. Hiszem. Lehet tényleg így volt. Hát, szerintem nem. Pérezre emlékszek, nem? Nem tudom. De szóval lehet hivatalosan így van a neve. Hú, viszont Pérez nagyon megérkezett rám. Közvetítésbe is Péreznek van írva. Nem tudom. Tényleg nem tudom. De nem, nem, nem. Szerintem egyáltalán nem. Viszont az úr nagyon megjött rám. Tizen harmadik helyen autózok közben amúgy. Akkor csak Magnussen van köztünk. De nem tud velem mit kezdeni, mert nagyon jó a végsebességem. Pedig friss intereken van. Figyelj Leo, itt egyre több víz van. Ismét ezt tudom csak mondani. Veled mi történik? Próbálok tartani valahogy Magnussen, mert ugye rajta meg friss Inter van. Uh-huh. És annyit mond a vedőre, hogy az Inter jó ide. Kész, ennyit mond. Akkor ki kéne menni? Ó, basszus, most hív a futár. Á, mindjárt jövök. Basszus. Hülyét fog kapni, hogy kijött a boxba a kocsia. Most látom, hogy van kint a boxba kijött a aija.
Na, hogy állunk? Hogy... Jaj, nincs itt a fülesem, baszki! De... És még nem tudod a jó hírt! Nem tudod a jó hírt! Itt vagyok! Kijött az Aida boxba, a kereket! Várjál már! Ki van kapcsolva? Na, hallasz? Most hallasz? Na, itt vagyok! Kap ide. Figyelj, kijött az Aida boxba, kereket cserélni! Nem mondod! De! Nem áll! De! Csak friss interekem van! Igen! Baszki! Teljesen friss interekem van! Nem már! És tízre oh. vagy... Atya Isten! Igen! Igen! Ó, oh, Istenem, basszus, Leo! Annyira tudtam mondani, bazzak, felállsz, ez be fog jönni. Mert ugye ablakba volt. Igen. Már pit windowba volt. Mondjuk vet, az biztos nem kell, ahogy látom nem, most a pályát. Nem, teljesen izé, már most áll el, most van az a clear patch. Aha. Baszki! Kíváncsi lennék, milyen időt ment. Hát baszki, kihozta az AI. Hát ez ilyen jót röhögtél. Nem, csak így nézem, mondom, baszd meg, mondom, vissza az agy. De pont erről beszéltünk az elején, amikor mondtam Leónak még felvételen ki, hogy izé, hogy jönni fog a... És hallod, szárnyat is cseréltek? Nem tudom. Kellett? Nem. De most már ijeszre tettem először. Ha rossz, akkor nem cseréli rá. Vagy na, ha jó, akkor nem cserél. Igen, nem? Ha jó, akkor nem cserél. Igen. Tehát, hogyha hibátlan, akkor hiába van jeszem. Na jó, vissza kell rázódnom kicsit. Persze, azért majd, de túl vagyunk rajta, azért csak visszanézzük azt a részt. Persze, hogy visszanézzük. Ja, vagy a 19. környéke. Azt látom, hogy tempóm az nem nagyon nincs. Tehát olyan szinten el vagyok maradva zsútó, hogy öröm nézni. Főleg, ha így elcseszem. Ó, srácok, basszus hát! Azért megnézem, mit időzött a boxba, mert mondjuk ti már láttátok. Igen. Ja, Istenem, 10-6 a különbség folyamatosan. De figyelj, Zsú az volt kint. Volt, igen. Hát akkor hogy 10? Valami itt nem kóser, szerintem lecserélte Leo azt a szárnyat. Azt gondolj. Hát hogy 10? Gondolj már bele. 12. helyen autóztam kb. Mondjuk három helyet mondjuk a 10 másodperc. De akkor stimmel, aha. Igen. Na, egy száncsere idő. Hihetetlen. Éjjette. Fixen volt kint, Zsú? Igen, volt kint. Az baj. Nem gondoltam volna, hogy az AI azért egy ilyen dolgot megcsinál helyettem. Na most fogod összeszarni magad. Na. Azt mondtam mérnek, hogy rakjuk fel a szoftot. Nem mondod. De én nem fogom még. Hát még hová, még semmi. Rakjuk fel a szoftot. Mert hogy szárad a pálya felfele. Hát de annyira száradna? Egyébként igen. Ahogy nézem itt a... De még ezt a kör kibírja. Kör van hátra. Tényleg szárad, basszus. És bárki volt már a boxban? Nem. Inter mindenki. Azt mondta, hogy tegyük fel a szoftot. Igen. Most is mondja folyamatosan. Hát srácok, egy életem, egy halálom. Úgyis rohadt messze vagyok mindenkitől. Tegyük fel ezt a szoftot. De még nincs izé. Még nincs DRS. Hát és? Figyelj, Leo, nekem ez úgyis el lett cseszve, mert feltehetően lecseréltene, hát nem is akartunk kijönni, hát erről beszéltünk. Igen. Érted? Hát ha már elcseszte, akkor elcseszte.
Hát sajnálom, nem tudtam, hogy magától dönt ilyen dolgokban. Na Leo! Nincs víz a pályán, eltűnt a víz, eltűnt az... Hopp, DRS! Hoppá, a legjobb kor, a legjobb kor! Na nézd majd a köridőmet, jó? Kint vagyok. 32, hát mondjuk azt az életben nem hozom vissza. Hallod, én meg kimaradok Interrel. Ó, Leo, te beteg vagy. Jövök be. Jó van ez. Maradjál, maradjál csak kint. Ennyi, megnézzük. Figyelj, 12-dik vagyok, tehát én is így vagyok valahogy, ez nem fog atyújákolni semmi. Egyébként csodát fogsz hallani, nem jött be egy aj se. Nem már! Nem jött be senki. 39-re vagyok. És Leo, figyelj csak, nem csúszkálok. Hát persze, hogy nem, ennyi is víz a pályán. És még van 3 kör! 4 az. 4, igen, 4. Baszta mindenki. Na, nézzük, felmelegedtek a gumik. Nézzük akkor, hogy mennyit közeledek. Nem is kellett volna beleizélni. Na, srácok, most mindent kihozunk az autóból, amit csak tudunk. Mert előbb-utóbb ki kell jönnie, tehát mindenkinek. Ez nem kérdés. Teljesen tiszta a pálya. Totál, elállt minden csepsű. Komolyan csak én vagyok szoftol, Leo? Igen, senki, mindenki Interrel van, és senki nem jött ki még most sem. Nem mondod. Nem jött ki senki. Megyünk. Menetelés. Na, mindent kipréselünk most az autóból, srácok. 28 másodperc. De hallod, hát olyan szinten préselem ki, hogy majdnem falhoz csaptam. De nem áll, hogy végigviszek Interen, végigviszi mindenki úgy, hogy teljesen száraz a pálya. Tehát egy folt nincsen. Pedig nagyon úgy néz ki. És egyébként sejtem, hogy miért. Miért? Én például nem voltam boxba, mióta felraktam az Inter, tehát én nem jöttem ki. És nekem például már az Inter úgy néz ki, itt a slick, mert nincs rajta minta. Semmi mintám nincs az Interen. Hát én azt teljesen értem, de hát egész más keverékből van, tehát az pikpak túl melegedik, érted? Igen. Nincs minta a gumin. Aha. 1.35! Az 5 másodperccel gyorsabb kör, mint amit megyünk most. Ha ez az, nem értem. Hogy nem forrósodnak szét, és gondolom hőfokban rendben van, mi? Nézem. Ha már süt a nap! 90 fokos. Süt a nap! A külsége meg 78. Nem izél, nem. 80, zöld tartományban megy. Zöld tartományban van az Inter. Hát ez nagyon nagy strigula a játéknak, pedig rírre van téve azé. Ez a lófasz. Ilyen nincsen a gyerekek. Nézd már, hát itt már árnyék van. Igen. És 89 és 80 fok között van a gumi. Semmi túlmeleg, nulla túlmelegedés van. Atya Isten, Leo. Beszarok, ha mindenki végig csinálja így, és nem jön ki. Á, nem fog pedig. Hát de nézd már, hogy süt a nap. Látom, de nem fog kijönni. Hogy mennek? Kurva gyorsan, engem előznek megfele folyamatosan. Jesszusom. Hát Slick az sima pályán fél kör alatt elforrósodik. Az szép volt.
És hiába hozok én 2-3 kör alatt 10 másodperceket rajtuk, hogyha kint maradhatnak Interen. Ilyet! Végig mindenki Inter van, pedig az azért 5-6 kör, mert annyi volt, mikor jött a váltás. Hát még mindig van 2, érted? Igen. El sem hiszem amúgy ezt, de komolyan. Ilyen a valóságban nincs. Interen megyünk száraz körülmények között. Poénból ki kéne próbálni következőre azt, hogy alapból száraz körülmények között Interen menni. Igen. Lehet, simán lehet amúgy. Semmi gond nincs a hőfokkal. Tökéletes. Nagyon durva. Tökéletes. És Interrel. Hát srácok, ez több sebből elvérzett ez a futam sajnos, ha csak nem jön ki most mindenki, de nem fog. Nem, mert final lett. Tehát már nem. De ilyet én még nem is hallottam, de komolyan. Én poénból akartam kimaradni, mondom végig izélek az Interrel. Végig megyek, ha már... És mindenki. Ha már ilyen. Hát a befutó után mutatják a három autót, nagyon kíváncsi leszek az elsőknek is a mintáira majd. Figyeld meg, lesz rajta minta. Fixen lesz rajta. 7-es másodperccel gyorsabb kört néz, mint én. 7-essel. Hát figyelj, baszhatom. De tényleg, hát... Teljesen, tehát ilyen nincs, hogy Intereken ilyen körülmények között... ez el se hiszem, srác, hogy ilyen van. És de nem, tényleg. És behozta. A világon nincs ilyen. Ez egy szép utolsó hely, de hát... Én pedig izgalmat varázsoltam ebbe. A gyors kanyarnál annyi, hogy 90 fokos a gumi, ennyi. A sárga, de a többiek is Interen vannak és előznek megfelelően. Most Norris is utolért már. Nekem 97 fokos a gumi. Na, neked forróbb, mint nekem az Inter. Ez az. Holott annak félkör alatt szarrá kéne kopnia. Így van. De annak az átlagos tartománya ilyen, hát nem tudom hány fok. De nem annyi, mint a softnak. Nem, szerintem sem. Hát srácok, ezt én nagyon sajnálom, de ilyenkor az ember már tehetetlen. Most oké, el kellett mennem, mert jött a futár. De hogy... És még el is dobom. Ersel. Hátulja kapott. Kaptam. Nem sok hátsó szárny maradt volna. Na szóval... Értitek, ezzel én nem tudok mit kezdeni. Ilyen nincs, igen. A világon nincs ilyen amúgy. Nem, ezt én nem. Hat kör, legalább a harsangon 6 kör Interen. Igen. Na nézzük hát azokat a gumikat, kíváncsi vagyok mit mutat. Hát én nem is tudom, hogy azt hogy látjuk majd. Hát hogyha itt. Hát hogyha. Dobagónál szoktam mutatni a három kocsit egy pillanatra, és arra nagyon kíváncsi vagyok, de... Te amúgy mindig Alonso nyer? Igen. Most úgy beállt Alonso-nak. Igen. Mert múltkori nagyon kiesett Cunoda az utolsó három körnél. Aha. De most ott a második helyen, tehát... Hát én nem látom az autót. Várjál. Szerintem, igen. Ott izé. Gratuláció. Mutatnak kocsit. Igen, itt mindenki örül. Csapat fotózkodik. Nagyon aranyosak. Igen, izé. Fernandoék. Igen, locsolás. Kocsi? Na, kocsit mutassatok már, léci. Nagyon aranyos. Nem mutatnak kocsit, mi? Közben már visszanézem, belenézünk a dolgokba. Nem. Szép full display volt. Várja, neked megosztom a... Ja, de nem tudom, mert gyász az egér. Alonso, Cunoda, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Vettel, Ricardo, Albon, Ocon és Bottas lett a pontszerzők. Ezt el sem hiszem, hogy Interen hogyan? Hogy?
Mindenki két kiállás, én egyen, te háromszor. Na nyom tovább, Leo. Please. Na. Meg akarom nézni. De fixen cserét szállít, meg plusz 10 másodperc. De mindjárt mondom neked. Igen, itt még küzdöttem. És ott viszik a szárnyat, Leo! Lecserélték a fucking szárnyat! Lecserélték a szárnyat. Figyelj csak, tudod hányadikról jöttem be? 13. 13, a körül. Mert mögöttem volt, tehát csak Magnussen volt köztünk. És lecserélték a szárnyat. És lecserélték a szárnyat. Hú, na jó van srácok, mutatjuk a táblázatot. Leo, te hányadik lettél végül? 14. 14. Hát nem hoztunk pontot. Nem. Nem. Viszont köszönjük szépen a figyelmeteket. Ha tetszett, egy lájkot nyomjatok, és találkozunk majd a kövibe. Csá, Leo. Sziasztok. Sziasztok. Hello. I can hear the demons call when they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.